A fehérvári zenei napok egyre népszerűbb a fesztiválozók körében. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint hogy a rendezvény második napjára az összes bérletet elkapkodták. A szórakozni vágyók már csak napi jegyet tudtak váltani. A magyar együttesagé volt a főszerep a Fezen pénteki napján. A Magashegyi Underground koncertjét már tavaly is élvezhette a zenei napok közönsége. Bocskor Biborkáék igyekeznek mindent megtenni annak érdekében, hogy jó hangulat legyen a koncertjeiken. Minden fesztiválra és minden koncertre felkészülünk tényleg a zenekarral többnyire, úgyhogy nagyon sokat szoktam lamentálgatni, még csak otthon is, hogy mi kell ehhez, de majdnem nem lehet utolérni ezt, hogy éppen mi kell. Amit én észrevettem, az az, hogy ki kell legyen élezve az embernek az összes érzékszerve, az a legérzékenyebb lelkét kell elővegye. Több fehérvári vonatkozású zenekar is színpadra lépett, az Indigo utca a jövőbeni terveiről mesélt stábunknak a koncert előtt. Klipforgatásra készülnek. Minden megvan hozzá, kamera, emberek, mi is meg vagyunk hozzá, és úgyhogy azt még elkészítjük, hogy még mielőtt még elkezdődne az őszi klubélet, stb. Azelőtt legyen valamilyen olyan anyagunk, ami mozgóképes, és fel tudjuk YouTube-ra, TV-be, ide-oda-moda, hogy lássák, hogy hol tartunk. A 16. Fezen lassan a végéhez közeledik, még pár óra és egy évre ismét kiürül a MÁV pálya. A fesztivál koncertjeinek sorát többek között az Eleven Hold és a Depresszió zárja.